Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofon mögött, Nagy Balta Jonatán. Ez a Világnézet Medzsevszki Antonnal, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatójával. Szervusz! Szia, szervusz, szervusztok! És Tír Gáborral, a mozfatér.com alapító főszerkesztével. Szervusz! Szervusz! Putyin 2023. decemberében a következőt mondta: a Szovjetunió szétesése után a nyugati politikusok úgy hitték, csak egy kis türelemre van szükségük, és Oroszország magától összeomlik. Az ő gondolkodásmódjukat jól tükrözi az ismert amerikai politikai figura, Brezinski, aki azt javasolta, hogy osszák fel Oroszországot öt részre, vonják függésbe ezeket, és aknázzák ki az erőforrásait. Ugye ez az alapgondolat. Én ezt egy kicsit talán reálisabb vágányokra terelném. Oroszországon belül mennyire jellemzőek a lokális, ilyen országból való kiváló gondolatok? Gondolok itt arra, hogy például a magyar példával élve, ugye amikor a Habsburgok irányították Magyarországot, akkor szándékosan játszottak a nemzetiségekkel a magyarok ellen. Oroszországon belül mennyire jellemző az, hogy mondjuk vannak olyan etnikumok, amik ki szeretnének válni Oroszországból, és ezeket a központi hatalom hogyan kezeli? Hát, hogyha visszanézünk az elmúlt nagyjából 30 év, erős 30 év történetére, akkor rögtön mindenkinek eszébe juthat, hogy mi történt Csecsenföldön. Itt elsősorban meg kell említeni tehát a Kaukázust, mint szeparatista fészket, vagy hát olyan régiót, ahol a szeparatizmus erősebb. De Tatárföldet is említhetnénk a 90-es években, tehát az, amikor Boris Jelcin, a gyeplőt a lovak közé dobta, és azt mondta, hogy virágozzon minden virág, meg mindenki menjen, csináljon, amit akar, akkor azért... Nem volt más lehetősége. Így van. De hát akkor a széttartó folyamatok azért veszélyes szintre jutottak, ezekre a folyamatokra azért ráült történelmileg adott esetben a nyugat is, tehát a csecsen szeparatizmust azért nem csak az arab világ felől támogatták, hanem az Egyesült Államok felől is hatékonyan támogatták. Tehát ezért veszélyes Oroszország számára ez a szeparatista veszély, mert ez kiváló eszköz az Oroszországgal szembenállóknak arra, hogy gyengítsék Oroszországot. Tehát az, hogy milyen erős erősek a széttartó folyamatok Oroszországban, a 90-es évek után azért ez erősen meggyengült. Nem azt mondom, hogy potenciálisan nincs benne, mert benne van. Tehát az, hogy most vegyük megint csak Csecsenföldet, tehát az, hogy most Kadirovval egy kiváló alkú révén, tehát te pénzt kapsz, hatalmat kapsz, nagyon sok pénzt és nagyon sok hatalmat, cserébe te kussolsz, bent tartod a Csecsenföldet, és nem a csecsen szabadságról és függetlenségről beszélsz, tehát ez azért nem biztos, hogy a végtelenségig működni tud. Tehát Kadirov után is lesz valami, és nem biztos, hogy ugyanígy gondolkodik. Az is természetes, például amikor én Szibéria keleti részein jártam, és buta módon ilyeneket kérdeztem, hogy mikor jártak Moszkvába, úgy néztek rám, mint aki a Holdról jött, hogy de Moszkvába sose, meg nem is fogunk menni. Tehát ez a nem is fogunk menni, ez is fontos, meg az, hogy nem, de egyébként jártak Japánba, meg Kínába bevásárolni, meg körbenézni. Szóval, de elsősorban bevásárolni. Szóval egy ekkora országot nagyon nehéz egyben tartani. De ez nagyjából a cári rendszer alatt is sikerült, és most is elég sikeres. Azért, mert a sok nemzetiség is valahol birodalmi. Tehát birodalmi alapon épül fel, és ez összetartó. Más multikulti van ott, most egy szándékosan európai, nyugat-európai terminussal élek, más a multikulti ott, mint Nyugat-Európában. Tehát, és itt a különbség alapvetően a birodalmiság, a birodalomhoz való viszony.
És ennek vannak, ezen belül vannak ilyen kilengések, mint a csecsen háború alatt volt, vagy idején volt, de alapvetően ez tud működni. És az is igaz a másik oldalról, hogy erre folyamatosan az Oroszországgal szemben álló erők megpróbálnak rájátszani, megpróbálják a résekbe betenni a lábukat, és valahol ez is természetes, mert ilyen a politika. De én nem látok jelen pillanatban olyan folyamatokat, ami azt erősíteni, hogy, vagy azt feltételezni, hogy Oroszország a szétesés felé halad. Egyben van véleményem szerint. Én ott kezdeném, amit ugye az elején felvetettél, a Putyin idézet. Tegyük hozzá, hogy az a sok vád, amivel az elmúlt években Oroszország a nyugatot illette, a legtöbb esetben hamis. Tehát egyszerűen... Na, mondjad, miért? Hát ugye azok a kijelentés, mondok rengeteg példát. Na mondj, egyet, kettőt. De hagyj végigmondani. Ugye rengeteg, ugye például a Brzezinski idézet, ez nem igaz. Tehát a Brzezinski nagy saktábla könyvében nincs benne szó Oroszország felosztásáról. Tehát, és ezek a nagyon jó ilyen, ugye az egyes orosz döntéshozó kijelentésé után nagyon jó elemzések vannak, hogy aztán ugye megpróbálják megkeresni ezeket a szövegeket is, nincs ebben szó, de hogy hogyan születnek ezek a gondolatok, nagyon jó példa a Madeleine Albright-nak a feltételezett kijelentése, hogy a Madeleine Albright amerikai külügyminiszter volt 1997-től 2000-ig vagy 2001-ig, és ugye hozzá köték azt, az oroszok nagyon sokszor mondják, Putyin gyakorlatilag minden évben valamelyik beszélő belerakja, hogy a Nyugat és az Egyesült Államok azt kérdezte meg, hogy igazságtalan, hogy Oroszország egy nyersanyaggal rendelkezik, vagyis ezeket Oroszországtól el kell venni, és azokat a nyersanyag lelőhelyeket, amire... Tehát úgy kell elvenni, hogy lényegében Oroszország szétverésével ezekre rátehetné a kezét mondjuk az Egyesült Államok, és ezt ugye Madeleine Albrighthoz kötik, és vannak ilyen idézetek, az orosz sajtóban valaki fölkeres, hogy mit mondott Madeleine Albright Oroszországról, akkor ezek szerepelnek, hogy ez igazságtalan, szét kell verni, blablabla. Bla, bla. De most ez úgy alakult ki, hogy az egyik orosz tábornok 2000-es évek elején azt mondta, hogy találkozott Madeleine Albright-tal, és kiolvasta a gondolataiból, hogy ő utálja a szlávokat, és hogy szerint igazságtalan. Utána ezt a tábornokot idézték, hogy ő ezt mondta, és utána az idézet már úgy áramlott tovább, mintha ez közvetlenül Albrightnak az idézete lenne, miközben soha nem mondott ilyet az amerikai külügyminiszter, és ugye ezt az amerikaiak mindig cáfolják, hogy ne használják már ezt. De ugyanez érvényes Margaret Thatcherre is, hogy neki is hozzá is kötnek olyan 1990-es állítólagos megnyilvánulást, amikor azt mondja, hogy ez Oroszországban elég, hogyha 15 millió ember ott van egy ilyen mag Oroszországban, és a többire nincs szüksége Oroszországnak. Margaret Thatcher sosem mondott ilyet, és komoly amerikai és orosz kutatók a Thatcher örökségét kezelő ugye szervezethez küldtek, elküldték ugye a kérés, hogy az oroszoknál ez szerepel, hogy valamelyik beszédében valóban hangzott a ilyen, soha nem beszélt ilyenről Thatcher. És rengeteg ilyen olyan összeesküvés elmélet született Oroszországban, amire az orosz döntéshozók úgy hivatkoznak, mintha ez igaz lenne. Brzezinski soha nem mondott ilyet Oroszország felosztásáról, Thatcher, Albright, szerepelnek még ilyen titokzatos Dulles terv, hogy állítólag a CIA, Allen Dulles 1957-től 1961-ig volt a CIA igazgatója, és a 90-es években, már Szovjetunió szomlása után, az orosz sajtóban kijöttek titokzatos Dulles tervek, és azóta minden orosz döntéshozó erre hivatkozik, és ezekben arról volt szó, a titokzatos Dulles tervben, hogy az amerikai kidolgoztak a 60-as években egy stratégiát, hogy Oroszországot vallási alapon, társadalmi alapon, etnikai alapon meg kell osztani, és a nyugati kultúra beadagolásával pedig ugyancsak töréspontokat kell kialakítani, és ezzel szétverhetik Oroszországot, és kicsinálják Oroszországot, és az nekik jó lesz. Soha nem történt ilyen, és kiderült, aztán amikor ugye komoly kutatók utána mentek ennek a Dulles
háttérnek, hogy először egy orosz ilyen fantázia író 1981-ben megjelent könyvében szerepelhet ez a titokzatos Dallas terv. Utána már erre a könyvre hivatkozása 80-as évek végén az egyik orosz sajtó, valamelyik sajtóorgánom hivatkozta le, és utána már úgy él tovább az idézet, meg ez a titokzatos Dallas terv, mint ez egy valóban létező valami lenne, és nem egy orosz sci-fi író találta volna ki. Tehát ebből azt akarom mondani, hogy ezek az állítólagos idézetek és állítólagos kísérletek, stratégiák Oroszország felosztásáról legfeljebb az orosz döntéshozók fejében léteznek. Azt, hogy mennyire érdeke a nyugatnak Oroszország megosztására, azt gondolom a legjobban azt érzékelteti, hogy minden amerikai stratégiai dokumentumban a 90-es évek elején az szerepelt, hogy orosz, amikor már ugye elindult a Szovjetunió szétesési folyamata, hogy minden áron meg kell akadályozni, hogy Oroszország darabjaira hulljon, mert hogy elsősorban ennek biztonsági kérdései voltak, hogy a nukleáris arzenál kezelésének a kérdése. Tehát a 90-es években nem kis teljesítmény volt az amerikai diplomácia részére, hogy elérje, hogy azok a szovjet utódállamok, amelyek a szétesés után létrejöttek, Kazaksztán, Belarus, Ukrajna, hogy ezek lemondjanak a nukleáris fegyvereikről, és ezek a fegyverek visszakerüljenek úgymond a központba, Moszkvába. Tehát az, hogy Oroszországot szét kell verni, meg kell osztani, sehol semmilyen stratégiai dokumentumban nem szerepel, felelős amerikai döntéshozók soha nem nyilatkoztak róla, ellenben minden stratégiai dokumentum az szerepel, hogy meg kell akadályozni Oroszország szétesését, és most a háború kapcsán is, amikor felmerül Oroszország veresége, ugye ott is hangsúlyozzák, hogy Oroszországra vereséget nem orosz területen, hanem ukrán területen kell tenni, tehát ott kell megvenni az oroszokat, és mindent meg kell tenni ahhoz, hogy Oroszország ne bomoljon szét. És egyébként, és még egy zárójeles megjegyzés, a nyugatnak rengeteg lehetősége lett volna az elmúlt 30 évben beszállni, és mondjuk ezeket a sebeket felkavarni, és tenni valamit az orosz szeparatizmus irányába. Ugye legutóbb Prigozsin pucs kapcsán lett volna ilyen tavaly júniusban. Minden... De nem szeparatizmus. Jó, az nem szeparatizmus, de mondjuk úgy, hogy az orosz hatalom szétveréséhez hozzájárult volna. Minden nyugati döntéshozó óvatosságra intett, azt mondta, hogy ebben ne szálljunk bele, maradjunk távol ettől. De hogyha távolabb megyünk, Gábor említette az első és második csecsen háborút, nyílt támogatása a csecseneknek nem volt, sőt, a csecsen vezetők... Nem nyílt. A csecsen vezetők arra panaszkodtak, hogy nem mentek fegyvert vásárolni, nem tudom, államokhoz is, és nem értékesítettek nekik. Lehet, hogy ilyen morális alapon a nyugat mondta, ó, de jó lenne, hogyha ezek így joguk van az autonómiára, de valójában konkrét lépéseket ebben nem tettek. És akkor még ugyanebben az árójeles, ugyanennek az árójeles megjegyzésnek a része, ott volt ugye az 1993-as pucs, amikor ugye Jelcin és a parlament ott sem szállt bele a nyugat semmilyen formában, sőt ugye minden eszközzel ugye próbáltak távol maradni ettől. De a 90-es években pedig azok a szeparatista törekvések, amelyek elindultak Oroszországban, ugye volt olyan korszak, amikor volt uráli pénz. Tehát Jekatyirinburgba saját pénzt verettek, igen, és függetlenedni próbáltak a központtól. Ebbe a nyugat semmilyen szerepet nem vállalt, tehát nem mondhatjuk azt, hogy nem tudom, a Berlinben, vagy Washingtonban, vagy Londonban felvették volna kapcsolatokat Jekatyirinburgba, és arra ösztönözték volna őket, hogy akkor, ha kívánnak, ha folytatják ezt az autonómiára való törekvést, akkor majd jó, megtámogatják őket, ilyenről szó sem volt, ellenben minden stratégiai dokumentumban, ahogy említettem, Amerikában, Nagy-Britanniában az szerepel, hogy Oroszország szétesését meg kell akadályozni, mert annak sokkal komolyabb biztonsági utóhatásai lesznek, mint egy ilyen bizonytalan jövő, hogy melyik terület hogyan tud érvényesülni a jövőben. Kezdem a végén, mert ezzel tökéletesen egyetértek, és valóban ez van, hogy a nyugat, de mindenekelőtt Európának nem érdeke az, hogy Oroszország szétessen, hiszen amikor egy ekkora ház darabjaira hullik, akkor a téglák... És ezt ki is mondják. Így van, téglák nagy hatókörben, vagy nagy sugárban esnek nem csak a közvetlen szomszédságra, hanem másra is. Tehát válasszunk szét több dolgot.
először is azt, hogy mi a hivatalos stratégia, és mik hangzanak el egyébként szakértői, tudományos elemzői körökben. Ez az egyik. A hivatalos stratégia az az, hogy Oroszországot gyengíteni kell. Oroszországot, mint birodalmi jellegét meg kell szüntetni. Tehát Oroszországról le kell választani mindent, amit lehet. Itt nagy kérdés az, hogy hol a határ. Tehát például a Kaukázus az most a birodalom részének, vagy Oroszország részének tekintik. De alapvetően, amiben nincs vita, ugye Brzezsinszki is azt viszont leírta abban a bizonyos könyvben, hogy Oroszországot le kell, Ukrajnát le kell választani Oroszországról, Oroszország Ukrajna nélkül nem birodalom, Ukrajnával nem birodalom. Nem eurázsiai birodalom. Eurázsiai birodalom Ukrajnával, igen. Tehát az, hogy a posztszovjet és a Szovjetunió utódállamait, tehát azokat a köztársaságok, függetlené vált köztársaságokat le kell választani, nem csak leválasztani, hanem berántani a nyugati befolyási övezetbe, amennyiben ez amennyire lehetséges, és ezt a folyamatot látjuk, a már említett keleti partnerséggel, voltak itt amerikai projektek hasonlók, de az Európai Uniós bővítés, vagy NATO bővítés is erről szól. Tehát ez az egyik dolog. De mondom, itt hangsúlyozom, hogy nem világos számomra, hogy hol a határ. Tehát leválasztanák-e, úgymond a birodalomról, a Kaukázust is, vagy még egy-két részt, vagy pedig nem. Ez az egyik. Másik történet... A Kaukázusnak vannak olyan nemzetközi jog szerint elismert területei, amelyek nem Oroszországhoz tartoznak, de mondja Dél-Oszétia például, vagy Abházia, tehát hogy az... Azt gondolom, ilyen, ezek a területek egyértelműen nem Oroszországhoz tartoznak. Nem erről van igazából igen. Szó Csecsenföldről. Vagy Dagesztán. Tehát az... Ingusföld. Így van. Szóval, és nézzük meg történelmileg, és én abban egyetértek Antonnal, hogy nem az idézeteken vélt, vagy valós idézeteken kell rugózni, hanem a gyakorlati lépéseket megnézni, amelyek egyébként jelentős mértékben azért ebbe az irányba hatnak. Tehát ha történelmileg nézzük, akkor azért itt a britek, a franciák kezdték, és a 20. században vette át ezt a szerepet, tehát Oroszország gyengítésének, és itt nagyon fontos a megfogalmazás, adott esetben nem kizárva bizonyos javai megszerzésének, hogy milyen módon ez történelmi időszak, különböző történelmi időszakokban különbözőképpen valósult meg, majd rátérek a 90-es évekre. Az 1990-es évekre. De tehát az, hogy a 20. század előtt alapvetően az angolok, franciák próbálkoztak ezzel. A 20. század elején azért Oroszország meggyengítése, szétverése, ugye ott emlékezzünk egy Parvus nevű úriemberre, Leninéknek a megtámogatására. Tehát ott egy szemmel láthatóan német projektek vannak, és innentől lényegében ezt az egészet, mondjuk a második világháborút most vegyük egy teljesen külön történetnek, innentől átveszi ezt a szerepet az Egyesült Államok, vagy élére áll ennek. Ennek a meggyengítésnek, és hangsúlyozom, a javak valamilyen különböző időben különböző eszközökkel történő megszerzésének. Tehát, és történészek vitatkoznak arról, és van olyan, nem egy-kettő, hanem meghatározó nézet is, hogy magának az első világháborúnak a kitörése is magyarázható azzal is, hangsúlyozom, nem kizárólag, hogy Oroszország a 20. század elején óriási fejlődésen ment keresztül, és olyan trend rajzolódott ki, amelyből az látszott, hogy ugye a 30-as évekre Európa 5 legnagyobb vagy legerősebb hatalmából az első kettőben lesz, és ezt meg kell akadályozni.
Tehát, hogy mondom, ezt mint egyik indok arra, hogy az első világháború kirobbanjon, és nem az egész, az összes. Tehát, hogy menjünk tovább. A hidegháború alatt, hát egy külön történet, hát ott nem nagyon tudtak a... De persze akkor is működött a föllazítás ideológiája, politikája, csak hát nem igazán nagy sikerrel, mert egy ilyen masszív, totalitárius rendszert nem nagyon tudtak megbontani. A 90-es években, és teljesen egyetértek, hogy a Szovjetunió felbomlása idején az Egyesült Államok vezette Nyugat, és ott még a teljes Nyugatról beszélek, amikor ma beszélünk ilyen a Nyugatról, már egy, itt már különbséget kell tenni Európa, Egyesült Államok között. Szóval akkor a teljes Nyugatnak az volt az érdeke, hogy ez a bomlás később Jugoszláviával ellentétben viszont rendezett keretek között menjen végbe. Egyrészt az atomarzenál miatt, másrészt már említettük azt, hogy ez aztán végképp ez óriási kavart okozott volna Európában, plusz még amit Európa akart, vagy a Nyugat akart, az úgynevezett szocialista tábornak a leválasztását, azt viszonylag gyorsan és sikerrel elérte, hál' Istennek. Szóval a 90-es években nagyon megértő volt az Egyesült Államok és a Nyugat, vagy az európai hatalmak is Oroszországgal, tehát szó se volt arról, hogy hivatalos szinten, hogy szétszedjék Oroszországot, mert szétesett az magától, vagy majdhogy nem szétesett magától, és úgy jártak a nyugati üzletemberek, politikusok Oroszországból kibe, egészen a Kremlig, hogy... Tehát teljesen szabadon. Egészen odáig, hogy a Gajdar-féle reformok törvényeit, én attól hallottam, aki a faxnak a másik végén állt, hogy az Amerikából küldték át a törvénytervezeteket, mint ilyen mintákat, lényegében csak orosz sajátosságokra kellett egy kicsit alkalmazni. Szóval nem volt igazából miért szétverni a dolgokat, hiszen az a cél, hogy megszerezzék a javakat, az békés, úgymond gazdasági, üzleti úton megtörtént. A nyugati, üzleti szféra, amit akart, meg tudott szerezni. A váltás, bocsánat, itt még egy zárójel, hogy vegyük külön azt, hogy... Bocsánat, ami hihetetlen fellendülést indított el, tehát az a nyugati tőke beáramlása, a nyugati know-how technológiának megjelenése Oroszországban elindította a helyzetben, azt a gazdasági fejlődést, ahová Oroszország ma eljutott. Így van. Hogy nem lekicsinyélve, és kidobva teljesen azt, hogy volt-e tudományos bázis a Szovjetunió idején is, de nem az. Tehát az természetesen nem, nincs vita. Viszont amit meg akartam jegyezni, tehát szakértői szinten most is vannak ilyenek. Amit Anton mond, hogy nem igaz, hogy ezt mondta volna ez vagy azt, tehát a politikus, az különböző a Fehérházhoz közel álló ilyen-olyan intézetek szintjén a 90-es években például, most a nevét elfelejtettem, Világgazdasági Intézet, de hogy ki írta, de több ilyen tanulmány volt arról, hogy Szibériát föl kell vásárolni. Tehát a 90-es évek szellemében nem megszerezni, felosztani. Szerintem a Fiona Hill nem ő biztos. Itt most utána tudok keresni. De tehát a Moszkva téren megvan. Tehát, szóval... Reklámhely. Így van. Szóval a szakértői szinten voltak olyanok, és ez terjedt a sajtóban minden, hogy föl kell vásárolni. Egészen odáig, hogy $1000 számolt ki, adott volna fél hektárért, és kiszámolta azt, hogy minden befektetett milliárd 20 000 munkahelyet teremt Amerikában. Szóval ott Szibériát választotta volna le, úgy, hogy meg kell vásárolni. Hát ugye lehet, hogy Alaszka jutott eszébe, vagy Alaszkáról jutott ez eszébe. Szóval
és ma is, most a háború idején például, hogy ugorjak egyet, voltak olyan például az Amerikai Helsinki Bizottságnak elsősorban a posztszovjet térségből érkező Amerikában élő tudósai, vagy tudósok részvételével egy konferencia, és hát ugye ez a Helsinki Bizottság nem áll távol a jelenlegi amerikai kormányzattól, és a Fehérháztól, tehát ez egy másfél-két évvel ezelőtti történet. Ott pedig az orosz dekolonizáció, Oroszország dekolonizálásának szükségességéről beszéltek, ilyen szépen megfogalmazva, ami lényegében azt jelenti, amiről itt beszélünk, hogy Oroszországot szét kell szedni. Egyébként ilyeneket még Sikorszky, lengyel külügyminiszter is említett rosszabb pillanataiban. De hogy visszatérjek a 90-es évekre, a 90-es években ment minden, mint a karikacsapás, és a 2000-es évek a választóvonal, amikor Oroszország kezd magára találni, föláll, és azt mondja, hogy hát azért ez nem megy. Sőt, már 90-es évek utolsó harmadában ez egyértelmű volt, hogy ezt azért nem, tehát Primakovval kezdődően. És például Mihail Hodorkovszkijnak a börtönbe csukása is nem csak a politikai ambícióval magyarázhatók véleményem szerint, tehát azzal, hogy lényegében egy Hodorkovszkij frakciót próbált a Dumában megvásárolni, egy 100 főből különböző erők megvásárlásába egy 100 fős frakciót, ami hát hatalmi szempontból nem finom a szóba sem jött volna jól a Kremlnek, hanem az is óriási probléma volt, és ha legalább ekkora, ha nem fontosabb, hogy a Kína felé tervezett, ugye itt a Jukosz tulajdonosáról beszélünk, gázvezetéket Amerikának kezdte elárulni. Tehát ez már stratégiai kérdés volt, és na itt van az, hogy ezt azért említem ezt a példát, mert ami ment a 90-es évek nagy részében, az ott megtört. Mert Putyin azt mondta, hogy nem. Illetve nem csak Putyin fémjelezte elit, és innentől fogva a szembenállás, jönnek a különböző, hát először visszatérve arra, hogy nem Oroszország szétszedése, de azért egy mondat erejéig megismétlem, hogy a csecsen háborúban igenis konkrétan részt vettek, de az első lépés odáig nem jutottak el, hogy Oroszországot szétszedni, viszont a posztszovjet térséget leválasztani a különböző színes forradalmakkal, ilyen-olyan projektekkel, például a keleti partnerséggel, például a csatlakozás fölgyorsításával. Szóval ezt leválasztani Oroszországról. Tehát nem tartunk ott jelen pillanatban sem, hogy Oroszországot hivatalosan kimondják, hogy szét kell szedni. Az továbbra is cél, hogy nagyon hatékonyan gyengíteni, és valamilyen módon, hát ez most megnehezedett, a javaira rátenni a kezüket, tehát itt mondom azt, hogy nem kell konkrét idézet, azért a politikai gondolkodás ebben az irányba hat, és különböző eszközöket használ. Messze nem csak azt, hogy úgy lehet ezt elérni, hogy szétszedjük Oroszországot. És tehát azt akarom mondani záró gondolatként, hogy a lényegen az nem változtat, hogy Oroszországot szétszedni, vagy más eszközökkel gyengíteni. Tehát a fő cél az, hogy Oroszország ne lehessen, ne kapjon 10 évet arra, hogy megerősödjön, lehetőleg gyengüljön, és hát itt most már konkrétan megfogalmazott dolgokról is van szó. Tehát az, hogy a társadalmat leválasztani, a politikai elit egy részét leválasztani a hatalomról, ez pedig már, ha nem is Oroszország szétszedése, ami mondom szakértői szinten, tehát ilyen, ott is vannak, akiknél elgurul, meg túl messze gurul, tehát ott ez ott van, de hivatalos szinten elsősorban arról van szó, hogy a hatalmat, Putyin hatalmát megdönteni, magyarán beavatkozni a belügyekbe. Az, hogy utána hogy alakulnának a fejlemények, akkor már nem kell szétszedni Oroszországot, hogyha egy olyan hatalom jut, vagy olyan politikai elit jut hatalomra, amelyik lényegében szabad kezet ad a nyugati törekvéseknek.
Reagálhatok még persze. Három dolgra akartam reagálni. Az egyik, kezdem az, hogy te is ugye mondod, hogy Oroszországot meg kell gyengíteni, tökéletesen egyetértünk. Nyilván ez az orosz birodalmi törekvésekből jön, tehát az az orosz terjeszkedés és hódítás, ami az elmúlt években történt, ezt próbálja megakadályozni. A nyugat pontosan azt próbálja megakadályozni, hogy ez ne történjen meg a jövőben, és az orosz birodalmi lehetőségek, képességek csökkenjenek. Mondtad, hogy igen, hogy központi szinten nincs narratíva Oroszország szétdarabolására, de hogy bizonyos kutatóintézetek kimondják, azért szerencsére nyugaton vélemény szabadság van, és gyakorlatilag minden véleményt is megtalálsz a szélső baltól kezdve a szélső jobban át, hogy hogyan képzelik el a, nem tudom, a javak szétosztását. Oroszországban is megtalálsz radikális véleményeket. És így van, és Oroszországban is hallasz olyan dolgokat, hogy nem tudom, a Lamans csatornáig kell jutni, és hogy atomot kell dobni a nyugatra, de mégsem csinálunk ebből, hogy mondjam, nem kötjük össze ezt hivatalos policyval. Tehát az, hogy valamelyik kutatóintézet valamit kimond, az így nem azt jelenti, hogy hivatalos politika, miközben hangsúlyozom, a stratégiai európai és amerikai dokumentumokban azt szerepe, hogy meg kell akadályozni Oroszország szétesését. Ez volt az első. A második csak egy gyors reakció, említetted, hogy a posztszovjet térséget viszont le kell választani, és ez így van, és ez teljesen rendjén van, hiszen egyébként Magyarország is nem a szovjet utódállamokba, de ugye keleti blokkba tartozott. Ezek az országok nagy részt azért gazdag történelemmel rendelkeznek, és ezeknek az országoknak... Mennyire van rendjén, azt látjuk az ukrán háborúban. Ezeknek az országoknak egy régóta vált törekvés és harca volt, hogy független legyenek Oroszországtól. Tehát ez nem egy, mondjam, nem egy ilyen mesterséges valami, hogy akkor válasszuk le, nem tudom, Belaruszt, hiszen mondjuk Belarus és Ukrajna évszázadokon keresztül a nyugati kultúrkörbe tartoztak, ugye lehet említeni a kijevi Rusztól kezdve, ami a közös történelmi gyökerek az oroszoknak is, a belaruszoknak is, az ukránoknak is, de aztán a kijevi Rusz a nyugati kultúrkör. És aztán az ebből következett litván nagy fejdelemség, az ebből kialakult évszázadokon át működő nagy lengyel-litván unió, miközben Oroszország ugye inkább ázsiai irányba terjeszkedett, ezek az országok évszázadokon keresztül, 3-400 éven keresztül ebbe az európai kultúr egységbe tartoztak. Bocsánat, de mellettem... Ázsia felé, tehát Szibéria felé, dél felé, Lengyelország felé, és nem csak Oroszország. Tehát azért több irányba. Hát a lengyelek annyira nem örültek ennek a terjeszkedésnek. De én csak tényeket mondok. Nem, te azért vagy, mondom, mert te azt mondod, tehát azt akarod kihozni, hogy ha jól értem, hogy még Oroszország egy ázsiai állam. Hát ők mondják magukra. Eurázsiai. Ugye eurázsiai állam. Hát ez egy földrajzi adottság. De nem, ők azt mondják, hogy nem európai kultúrkör része, ugye ez a Dugin-féle eurázsiaizmus. Bocsánat, azért kérdezni meg másokat is, meg tudod te is nagyon jól, hogy nem mindenki ezt mondja, és ne csak azt, hogy most éppen düböl mit mondanak. Tehát azt akarom mondani az egésszel, hogy más irányba is terjeszkedett, meg amivel még vitatkoznék, az az, hogy itt az orosz birodalmi terjeszkedés és törekvések megakadályozása címén egy nyugati terjeszkedés elfogadása történik. Tehát itt nem arról van szó, hogy ezek az államok függetlenek legyenek, hanem hogy hova tartozzanak. Tehát én nekem ezzel van probléma. Én azt gondolom, hogy arról van szó, hogy ezek az államok felismerték azt, az államok felismerték, meg a nyugati hatalmak is felismerték azt, hogy akkor berántani ide őket. Felismerték azt, hogy mi az a stratégia, hogy ezek az államok megőrizzék a szuverenitásokat, és függetlenek legyenek Oroszországtól. Tehát és ugye láthatjuk, hogy nem tudom, Belarusnak nem sikerült. Tehát hogyha Belarusnak volt 20-30 éve, hogy nyugat felé nyugati integrációkba lépjen be, ez nem sikerült, Lukasenko ambícióból kiindulva. Belarus most azt fenyegeti, hogy a következő még 10 évük sincs, 2030-ig Oroszország valamilyen föderatív elemévé váljanak. Tehát itt a teljes nemzeti, ez rettentő módon zavar engem, szerintem sok más belaruszt is zavarja, hogy Belarus, persze lehet mondani, hogy természetes folyamat, együttműködés, szövegy, fontos partnerviszony, szövetség. A vége az lesz, hogyha a jelenlegi folyamat folytatódik, hogy Belarus Oroszország részévé fog válni.
Ez a kiinduló pont. És ugyanez fenyegette Ukrajnát, a balti államokat, és ugyanez fenyegette a Georgiát. Igazából a balti államokon kívül a többinek mindig megvan az a veszélye, hogy... És az egyetlen nemzeti túlélésnek, az etnikai túlélésnek, a nyelv túlélésének, a kultúra túlélésének az egyetlen záloga az volt, hogy megpróbáljanak bebiztosítani magukat attól, hogy Oroszország újra oda visszatérjen, és az egyetlen biztosítás az volt, hogy nyugat felé induljanak, és a nyugati integrációs rendszerekbe tagozódjanak, vagy hiszen ez nyújt számukra védelmet. Ez érthető az adott népek meg országok részéről, viszont itt két dolgot hadd említsek meg, tehát Belarus kivételével, amelyik egy sajátos helyzet az államszövetsége, minden, de egyébként tegyük hozzá, hogy Lukasenkóra sok mindent lehet mondani, de a Belarus szuverenitás, függetlenséget amennyire lehetett, megpróbálta őrizni. Ez egy sajátos helyzet, de az összes többi helyzet nem arról volt szó, hogy Ukrajnát, vagy éppen a balti államokat, vagy Grúziát, Georgiát, Oroszország a saját részévé tegye, hanem a befolyását őrizze meg, vagy terjeszte ki. Ez az első lépés. Gábor, te is pontosan tudod, hogy mi szerepel az Eurázsiai Gazdasági Unió terveibe, fokozatosan szupranacionális intézményeknek a képzése, közös valutának a... És egy ilyen... És akkor az Európai Unióra mit mondasz? Hát az, hogy az Európai Unió egy alapvetően gazdasági kereskedelmi szövetségnek indult, és még most is az, és vannak benne központosítási törekvések, az nem biztos, hogy annyira szívderítő dolog, amilyen irányban elindult, de nem ott vagyunk. Tehát azért, És az Európai Gazdasági Unió meg még messzebb van attól, amit az Európai Unió már megvalósított. Hát pontosan, mert nem sikerült nekik. A 2014 után ez a projekt, befutott, és az lett a stratégia, akkor nyúlt Putyin az Orosz-Belarusz Unióhoz, mert azt mondta, hogy akkor kezdjük kicsiben, akkor integráljuk a Belaruszt, és majd a többi jönni fog. Ugye zárójel, hogyha a háború Ukrajnában sikerülni fog Putyinnak, akkor mi lesz a sors a Kazaksztánnak, mondjuk, meg a többi Eurázsiai Gazdasági Unióban résztvevő országnak. Azt gondolom, hogy az integráció, amit Moszkvából valósítottak, az Európai Közös Valuta, micsoda? Euró, tehát... egy teljesen semmiből létrejött közös egységet, kohéziót jelképező valuta, minden nemzet lemondott a saját valutájáról. Ugye az orosz tervekben az Eurázsiai Gazdasági Unióra ugyancsak szerepelt, hogy akkor létrehozzanak egy közös valutát, Európai Unió, euró mintájára, és a kazahok ilyen jó hiszeműen felajánlották, hogy hát ez jó lenne, jevraz, ez milyen jó valuta lenne. És mi lett a vége? Rubel. Azt mondták az oroszok, hogy ez megfelelő kulturális, történelmi háttérrel rendelkezik, rubel lesz a közös valóta. Nem hiába, azóta is megálltak ezek a próbálkozások. Vagy ugye ugyancsak az volt az elképzelés, hogy akkor hol legyen az Eurázsia, a jövőbeli Eurázsia Unió központja és a szupranacionális intézmények központja. Vagy akkor legyen rotáció, vagy akkor legyen Asztanába. Mi lett a vége? Az Eurázsiai Bizottságnak, Eurózsai Unió Bizottságának a központja, hol van Moszkvában? Hol vannak az intézményi? Moszkvában vannak. Ez nem egy egyenlő alapokon, kohézión, nem tudom, együttműködésen, partnerségen alapuló szervezet, hanem hosszú távon ez egy központosítás irányába induló orosz integrációs központosítási projekt, aminek a vége Orosz Birodalom 2.0, vagy Szovjetunió 2.0, vagy amit akartok, lesz a vége. Azt, hogy milyen képesség és lehetősége vannak, az más kérdés. De hogy ez a terv? Ez a terv régen nem reális, meg nem is teljesen ez a terv. Egyébként meg, ha akkor ugyanezt elmondhatod az Európai Unióra, tehát a befolyás szerintem megszerzése, nem. Tehát nem a függetlenség, tehát ezek az országok, még Ukrajna esetében sem az volt a cél. És még most sem az a cél, hogy teljes Ukrajnát... Már nem tudják. De nem is volt cél. De még egyetlen gondolat, mert már nagyon elszaladt az idő, hogy ahogy itt hallgatlak, akkor én úgy értelmezem, amit mondasz, hogy, és történelmi, szándékosan nem a mai dolgokat mondom, hogy ha már annyit beszéltünk Lengyelországról, tehát a középkori lengyel-keleti terjeszkedés az
nem birodalmi, miközben az, hogy Oroszország ugyanarra, ugyanabba, vagy ellentező irányba terjeszkedik, az meg birodalmi. Tehát mind a kettő birodalmi. És én nem közben, mondtam, hogy Lengyel az nem volt birodalmi. Hát én itt a mai dolgokra, én azt mondtam, hogy ezek az országok, amelyek függetlenedtek a szovjet elnyomás alól, és amelyek ugye nem most lettek először függetlenek, hanem voltak különböző korszakok a történelem folyamán, amikor már próbáltak függetlenedni, csak aztán néhány éven belül ugye a szovjet csapatok elnyomták ezt a függetlenséget, hogy ezek az országok kulturális, történelmi szempontból Európa kulturális részét képez, és minden joguk megvan a nemzeti szuverenitásra és a nemzeti önrendelkezésre. A nemzeti szuverenitásra természetesen minden joguk megvan. Az, hogy mennyire európaiak, most ne a baltiakról beszéljünk, azért az vitatkoznék. De ugyanez a helyzet Georgiával, ugyanez a helyzet Örményországgal, amelyek iszonyatosan gazdag történelmi módon rendelkeznek. Így van. És Oroszország ezeket az államokat a saját ugye rendszerűké próbálta tenni, és a Szovjetunió idején, meg a cári birodalom idején, és ezek az államok mindent megtesznek, hogy ez nem törekvés. Oroszország megerősödése 10 vagy 20 év múlva szerintem nem ebbe az irányba. Ha ez megtörténik, akkor nem ezzel a törekvés, hogy ezeket az államokat visszaintegrálják. Ez főleg itt a kelet és nyugat közötti államok, de itt most már a Kaukázusra, a Dél-Kaukázusra is kiterjeszthetjük, még hogyha nem is földrajzilag közvetlenül így vannak, de az is valahol. Ezek ütköző államok. Tehát az, hogy az a bizonyos függetlenség, amiért Ukrajna jelen pillanatban harcol, az nem lesz függetlenség. Tehát ez megszabadul Oroszországtól, az orosz befolyástól, ha megszabadul egy része, viszont függetlenségről egyáltalán ne beszéljünk. Tehát az... Akkor miért nem ütköző állam szerint balti országok, vagy Finnország, miközben Finnország sokkal nagyobb határszakasszal rendelkezik Oroszországgal, mint Ukrajna. Sokkal stratégiailag sokkal jobb pozícióban van az északi átjárók miatt, az orosz nagyvárosokhoz való közelség miatt, sokkal jobb stratégiai pozícióban van Ukrajna. Mégsem arról beszélünk, hogy Finnország az ütköző állam lenne, vagy veszélyt jelenten Oroszországra nézve. Ugye egy különbség van, hogy a finnek azért lehet, szlávok. Hogy erről kell beszélni. De... A finnek nem szlávok, az ukránok viszont igen. Tehát itt az orosz koncepcióban, birodalmi koncepcióban Ukrajna megszerzése, az kulcsfontosságú. Finnország viszont nem tartozik ebbe a koncepcióba. Mint ahogy az körülbelül 15 perccel ezelőtt mondtuk, az amerikai koncepcióban is fontos Ukrajna megszerzése, tehát itt egy ütköző övezetért folyik a harc. Míg az egyik oldal akkor az csupa demokratikus szándékkal próbálja ezt megvalósítani, ha jól értelek, a másik meg ronda birodalmi törekvéseket követve. Én nem hoztam be a demokráciát, bár azért korábban egyértelműen a nyugatnak az egy fontos vonzó ereje volt, még ha ez kicsit meg is kopott az elmúlt időszakban. Azt gondolom, hogy elsődlegesen itt a nemzeti önrendelkezés, kulturális szuverenitás, nemzeti függetlenség a legfontosabb szempont. Szerintem meg csupaszítsuk le az egészet. Nemzeti függetlenség leple zászlaja alatt az egyik oldal a befolyását szeretné visszaszerezni vagy megtartani, a másik meg azt a bizonyos orosz befolyást akarja megszüntetni és a sajátját kiterjeszteni. Tehát erről van itt szó. És az, hogy közben mennyire lesz független, mennyire marad független, más függőségi helyzet fog kialakulni igazából szerintem. Ez volt a Világnézetnek a mai adása. Nagyon szépen köszönöm Berdezsevszky Antonnak és Tirk Gábornak, hogy itt voltatok. A végére egész szép kis vitaledőle. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük a figyelmet.